A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, önök a Közéleti magazint látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. 1,5 milliárd forintból újult meg a Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum. Nagy sikere volt a termelői piacnak Bogyiszlón. Kólya Józseffel, a Tambau Kft. Tulajdonosával beszélgettünk. Milliárd forintból újult meg a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásából. A kiemelt állami beruházás elősegíti, hogy megfelelő körülmények között képezhessék a térség számára is fontos szakembereket. Sanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára az eseményen úgy fogalmazott, a cél az, hogy a fiatalok a jövő nyerteseivé váljanak. Önök a legfontosabbak, akikért dolgozunk, és önök azok, akiket azt szeretnénk, hogyha a jövő Magyarországának a nyerteseivé tudnának válni. Többek között ez a célja annak a felújításnak, amit a napokban adtak át Szekszárdon. A Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola épületét 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újították fel. Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az eseményen kiemelte, fontos, hogy a jövő generációja megfelelő körülmények között és feltételek mellett szerezhesse meg a tudást. Teljesen megújult az iskolának, a technikumnak az épülete. Korszerűbb lett, olcsóbb lett fenntartani, hiszen napelemekkel és a fűtés korszerűsítésével ezt is tudjuk biztosítani, de mi ennél sokkal fontosabb, hogy tartalmi fejlesztések is történtek, olyan új gyakorlótermek, olyan új szaktermek is elkészültek, amelyek korszerűbb oktatást tesznek lehetővé a fiatalok számára. Mert az egész beruházásnak nem lehet más a célja, és nem is más a célja, mint hogy a magyar fiatalok, köztük az idejáró fiatalok a jövő nyerteseivé tudjanak válni. Ezért erősítjük meg a szakképzést, ezért fejlesztjük azokat az infrastruktúrális elemeket, iskolákat, tornatermeket, amelyek a fiatalok számára fontosak. Ezért korszerűsítjük az eszközparkot, ezért csinálunk digitális fejlesztéseket, és ezért alakítottuk és fejlesztettük a szakképzés teljes rendszerét. Beleértve, hogy ösztöndíjat biztosítunk a fiataloknak, vagy akik a duális képzésben vesznek részt, számukra munkabért. Ezért döntöttünk arról, hogy a 25 év alattiak számára 0%-os lesz, teljesen nulla lesz a fizetendő eszélye, tehát adókedvezményt is tudunk számukra biztosítani, és ezért valósítunk meg minden ehhez hasonló fejlesztést és új intézkedést is. Azt gondoltuk, hogy egy fontos fejlesztésről van szó, egy olyan fejlesztésről, aminek fontos, hogy határidőben és magas minőségben valósuljon meg az elkészítése. Ezt teszi lehetővé, hogyha kiemelt állami beruházásként valósítunk meg egy fejlesztést. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón úgy fogalmazott, az itt zajló oktatás a térség motorja, hiszen itt képeznek a turizmushoz szakembereket, és megérdemlik, hogy azt 21. századi körülmények között tegyék. Nekünk szekszárdiaknak, Tolna megyének a vendéglátóipari iskola az szívügyünk, hiszen egy nagyon nagy múltú intézményről van szó. Közel 70 évvel ezelőtt alapították az intézményt, és több generációs vendéglátóipari, cukrász szakemberek kerültek ki ebből az alma materből, és amikor 2016-ban a csőtörés egy nagyon komoly anyagi kárt okozott az épületből, gyakorlatilag az egész épület teljes egészében szétázott és használhatatlanná vált, akkor nem volt könnyű meghozni azt a döntést, hogy mi legyen a jövő, hiszen az is felmerült, hogy ez az épület ebben a formában meg fog szűnni, mert le kell bontani. Az is felmerült, hogy magát az oktatást egy másik épületbe viszik el,
ezek voltak az olcsóbb megoldások, és volt a harmadik megoldás, ami azt mondja, hogy újjáépítjük ezt a régi intézményt. Ez viszont forrás kellett, ezért folyamodtam az Innovációs és Technológia Minisztériumhoz, hogy ehhez adjon támogatást. Ez 1,5 milliárd forint volt. 2018 év vége meg is született ez a döntés, és 2020-ban elindult a beruházás. 100%-ban állami beruházás, tehát az állam finanszírozta, Szekszárd városának egy forintjában nem került. És az állami beruházáson belül szekszárdi kivitelezők végezték a munkálatokat, és szekszárdi emberek építették újjá az iskolát. Maga az intézménynek a létje az a számunkra stratégiai kérdés. Itt nem csak falakról van szó, meg terekről, hanem arról a szakmai oktatásról, ami biztosítja nem csak Szekszárd számára, hanem a régió számára felkészült szakácsokat, felkészült vendéglátóipari szakembereket, cukrászokat, idegenvezetőket, tehát minden, ami a turizmushoz kapcsolódik. Ugye Szekszárd esetében elsősorban a borturizmus jut eszébe az átlag embernek, de ugyanúgy a gasztronómiai turizmus is, hiszen szinte most már minden borászat olyan magas színvonalú vendéglátó egységet alakított ki, amihez hozzá tartozik a magas szintű szakemberek által biztosított szolgáltatás, és a borturizmushoz köthetően ugye itt van a vadászturizmus a gemenccel kapcsolatosan. A képviselő azt is elmondta, mindent megtett annak érdekében, hogy a beruházás minél nagyobb színvonalon valósuljon meg, de ne is tartson túl sokáig a felújítás. A képviselőnek az a dolga, hogy szolgálja az őt megválasztó polgároknak az érdekeit, tehát ennek az intézménynek, Szekszárdnak, a megyének az volt a legfontosabb, hogy az iskola ez fennmaradjon, újjáépüljön, és újra tudja biztosítani a diákjai számára magas szintű oktatást. Gyakorlatilag ez az épületet, ha most kívülről megnézzük, akkor teljesen újnak tűnik, pedig ez egy régebbi, több évtizedes épületről van szó, de mégis magas építőipari minőségben olyan tereket alakítottak ki, ahol a szakácsképzésben, cukrászképzésben a legkorszerűbb technológiákat tudják tanulni a diákok. Ami még fontos az intézménnyel kapcsolatosan, itt nem állunk meg ennek a fejlesztésével, hiszen ígéretet tettem arra, hogy, és meg is kaptam ehhez a támogatást, hogy egy tornaterem fog épülni a vendéglátóipari szakközépiskolához. Ehhez kell rendezni az iskola szomszédságában lévő telek határokat, hiszen itt vegyes önkormányzati és állami területek vannak. Hát én azt gondolom, hogy az itt képzett több mint 400 szakember, tehát 410 hallgatója van az intézménynek, azoknak megfelelő biztos munkahelyet biztosít a Szekszárd és térségében lévő turisztikai, vendéglátó és idegenforgalmi lehetőségek. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja meghatódottan nézett fel az intézményre, majd azt mondta, egy kisebb fajta csodának lehetünk szemtanúi. Ez egy ilyen nagyon felemelő érzés, ez egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés. Nem mindig adatik meg, vagy ritkán adatik meg, inkább így mondom, egy ember életében az, hogy részese lehet egy picit a jövőnek, és nekem ez nagyon fontos, én ebbe hiszek pedagógusként, emberként, és most úgy gondolom, ez a pillanat erről szól, és arról szól, hogy az itt tanuló gyerekek, az itt dolgozó felnőttek olyan körülmények közé tudnak jönni, ami igazán arra szolgál, hogy a vendéglátás, a turizmus az tanulható legyen, elsajátítható legyen, hiszen azért az nagyon-nagyon fontos, hogy a környezet meghatározza az oktatást is, és nem a környezet minősége határozza meg az oktatás minőségét, de én szülőként is olyan iskolába adom jó szívvel a gyermekemet, ami szép, és ami jól felszerelt, és most itt tartunk. A kancellár elmondta, nehéz volt az iskola életében az elmúlt 6 év. Megviselte a tanárokat és az akkori diákokat is a 2016-os költözés. Egy megszokott környezet volt, és egy megszokott környezetből egyik pillanatról mondjuk így a másikra kikerülni, az nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog egy olyan úgymond átmeneti épületben dolgozni, aminek tudjuk, hogy átmeneti az elhelyezésünk, de nem láttuk sokáig a végét.
illetve így nem is igaz, hogy sokáig nem láttuk a végét, csak ilyenkor, amikor már elkezdődik egy folyamat, akkor mindenki türelmetlenné válik, és mindenki azt gondolja, hogy soha nem lesz már vége. De igen, igen, vége lett, és ez nem is volt annyira, most már így visszagondolva, nem is volt annyira hosszú folyamat, hiszen egy ilyen beruházást nagyon elő kell készíteni, nagyon alaposan át kell gondolni. Egy iskoláról beszélünk, egy olyan épületről, egy olyan funkcióról, ami nem a mának készül, aminek 5-10, esetleg 70 év múlva, hiszen 70 éve már működik ez az intézmény, és legyen jövője meg, mert legyen akkor is jelen. És én úgy gondolom, hogy ez a nagyon fontos, ami ha alaposan elő van készítve, már pedig itt igen, ez történt, odafigyelve az előkészítésre, a tervezésre, a kivitelezésre, akkor nyertesek vagyunk, és én úgy érzem, most nyertesek vagyunk. A munkák során 3300 négyzetméter terület újult meg, 25 tanterem és 3 a kor követelményeinek megfelelő tanműhely került kialakításra. Itt azonban nem áll meg a vendéglátó iskola fejlesztése. A jövőben egy tornatermet is kap majd az intézmény. A kancellár azt is hozzátette, nagyon fontosnak tartja, hogy az iskola elvégzése után a tanulók a térségben is el tudnak helyezkedni. Múlt héten írtuk alá azt a térség együttműködési megállapodást, amely a Közép-Dunamenti kiemelt térségben dolgozok. Közös gondolkodásának, az oktatási területen való, a szakképzés területen való közös gondolkodásának az első lépése volt. Ez ugye kötődik ahhoz is, hogy 99 település, kötődik ahhoz, hogy ennek részese Szekszárd és a térsége, kötődik egy picit a szekszárdi borhoz, de mondhatnám azt is, hogy kötődik Domborihoz, kötődik Pakshoz, sok mindenhez, és ez nagyon-nagyon fontos, mert a térségben csak akkor lehet előrelépni, hogyha itt van egy közös gondolat, egy közös érték, ami közös érték mentén dolgozunk, és ami közös érték mentén élünk. Én azt érzem ebben a pillanatban, és úgy gondolom, hogy ez az érték megvan. És ezt nagyon sokan fölismerték, és nagyon sokan részesei ennek már. És ementén dolgozunk, mi is ementén dolgozunk. Most jön az az időszak, amikor majd belakjuk a gyerekekkel ezt az épületet. Amikor elkezdik majd használni a tankonyhát, elkezdik használni a cukrászműhelyt, elkezdik használni a tanéttermet, belakják a tantermeket, a tanárok megszokják az új helyet, az új tanári szobát, az új folyosókat, és ez nagyon fontos, igen, ez most kezdődik, és azt hiszem, hogy ennek azért egy nagy hozadéka is lesz. Az a nagy hozadék, hogy aki ide jár, ő elégedett, és jól érzi magát, és ez nagyon fontos. A következő nagy léptékű fejlesztés az Ady Endre Technikum és Kollégium teljes felújítása lesz, melyet 3,6 milliárd forintból valósítanak meg. Bogyiszlón a Holduna partján kapott helyet az a termelői és kézműves piac, amit első alkalommal rendeztek meg a községben. A szervező célja az volt, hogy a helyi és a környéken élő termelők bemutathassák a portékájukat, illetve a környékben élők igazi, hazai kézműves termékeket vásárolhassanak. Házi sajt, szörpök, mézek, kézműves termékek, és még sok más portéka várta azokat az érdeklődőket, akik ellátogattak a bogyiszlói Holduna partján először megrendezésre kerülő termelői piacra. Az elmúlt években Magyarországon új fejezet kezdődött a piacozás történetében. Tolna megyében is egyre több helyen szerveznek ilyen jellegű vásárokat, ahol nem csak bevásárolni lehet, hanem a közösség építésére is van lehetőség. Az ízletes termelői árucikkek a kézműves termékek megvásárlásával a hazai kisvállalkozókat és őstermelőket támogatjuk egy olyan piacon, ahol a megvásárolt árukról tudjuk, hogy kinek a keze munkáját dicséri, és ahol a vevő és a termelő között személyes kapcsolat alakulhat ki. Egy hiánypótló rendezvény, mert nagyon vártok, hogy valaki Szekszárd környékén álljon neki egy ilyen programnak. Családdal jöttünk, kutyával, gyerekekkel, mert hogy egy remek program, és én még sosem jártam Bogyiszló meg a vízparton, úgyhogy legalább most ezt is megnézem. Mi elsősorban ilyen cukormentes italokat keresgéltünk, és találtunk kettő árusnál, és úgyhogy teljesen elégedettek vagyunk. És minden mellett egyébként még van egy egyesület, egy helyi egyesület, aminek én is tagja vagyok, és ők főznek most itt birkapörköltet, úgyhogy félig meddig résztvevőként is jelen vagyunk. Az első termelői piacon egy hagyományőrző ebéd is várta a Holduna partra látogatókat. A helyszínen bográcsban főtt birkapörkölt mellett a helyben sült híres bogyiszlói kalácsot is megkóstolhatták a vásárlók. Az ételeket a Bogyiszlói Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület tagjai készítették el. A mi egyesületünk azért alakult, hogy az ilyen helyi rendezvényeket, a gasztrórészt támogassa, bemutassa a Bogyiszló gasztronómiáját. Ugye itt is készül ma is a bogyiszlói
birkapörkölt, aztán tejfölös kaláccsal várjuk, illetve frissen sütött lángossal, hurkakolbásszal várjuk az ide látogatókat, és hát reméljük, hogy hagyományt teremtünk ennek a piacnak, és időről időre meg tudjuk vendégelni az ide látogatókat. Közel 100 fő vendéget várunk, mármint hogy a birkapöltöltre, és hát még amit említettem az előbb, hogy minden egyén mással, úgyhogy én azt mondom, buzdítok mindenkit, hogy érdemes lesz ma ide látogatni és megkóstolni a bogyiszlói ízeket. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az első termelői piacon, ahol elmondta, a piac helyszínéül szolgáló teret a közelmúltban adták át a területi operatív program keretein belül, ami magában foglalta a Hold-Dunai partszakasz teljes rekonstrukcióját is. Jó látni azt, hogy környező településekről érkeznek az árusok, és nem csak az árusok, hanem a vásárlók, tehát ez a 140 millió forintos támogatás, amiből ez megépült, ez az infrastruktúra, ez valóban közösséget épít, és nem csak a bogyiszló emberek, hanem a környék településen élő emberek, kézműves árusoknak a boldogulását, és ez a szabadidő kellemes eltöltését is lehetővé teszi. Ferenczi Ágnes, a termelői piac megálmodója, bogyisztói lányként úgy gondolta, teremt egy olyan fórumot a helyi és a környékbeli termelők számára, ahol bemutathatják portékájukat, kialakíthatnak egy vásárlói közösséget. A környéken lakó embereknek pedig lesz egy hely, ahol nem csak megbízható, minőségi kézműves termékeket vásárolhatnak, hanem egy kellemes délelőtöt is eltölthetnek a családdal a Hold-Duna parton. Igazából elég volt hozzá egy Facebook posztot kitennem, rengeteg érdeklődő is jelezte, hogy milyen jó ötlet, és tök szívesen jönnének egy ilyen piacra vásárolni, vagy eltölteni egy napot, meg iszonyatosan sok termelő és kézműves is jelentkezett. Környékben a helyi piacok vásárol megvannak, de én azt veszem észre, hogy itt Tolna megyén belül nincs ilyen piac, ahol csak helyi és csak termelői kézműves dolgokat lehetne kapni. A termelői piac hagyományteremtő céllal jött létre, így a jövőben is rendszeresen megrendezésre kerül majd. Ezzel is támogatják és népszerűsítik a hazai termékeket. 22. alkalommal szervezték meg idén a Vállalkozók Napja rendezvényt, ahol 4 Tolna megyei vállalkozó kiemelkedő teljesítményét ismerték el, köztük a Tamásiban tevékenykedő Kúja Józsefét is. Az év vállalkozója díj megerősítés, hogy jó úton járunk, mondta el a cégvezető. A Tamási építőipari vállalkozás tulajdonosa Kúja József szakmai pályáját alkalmazottként kezdte. Az elismerések, a visszajelzések fontosak a múlt összegzése és a jövő irányának megtervezése szempontjából is, vallja az ügyvezető. Egy díjazás, egy köszöntés, egy méltatás. Az ilyetén elismerések azok mindig is jól kell, hogy érintsék az elismert személyt, vállalkozást vagy éppen életutat, legyen az szakmai, társadalmi vagy bármely téren. Természetesen nekem is jó leső érzés volt, és azt gondolom, hogy talán alkalmat adott arra, hogy rövid ideig megálljak, és visszatekintsek a múltra. Arra a múltra, ami talán kezdődött az iskolával, általános iskola, gimnázium, Szolnok, Baja, főiskola, üzemmérnöki diploma, majd a Tamási Kapos Koppányvölgyi Vízitársulat, ahol, ha szabad úgy mondanom, életem egyetlen munkahelyét 10 évig talajmechanikus, illetve vízellátási tervezőként eltöltöttem. Én azt gondolom, szakmailag ezek az évek adták nekem az alapokat, és hát itt ért a 90-es év, mint friss kollégát, és 92-től, 93-tól indulóan már gyakorlatilag a magánszféra beli foglalkoztatás is részese volt a mindennapjaimnak. Akkor még természetesen másodállásos foglalkoztatás volt, de egyértelművé vált, hogy abban a szakmai populációban, amelyben ez a rendszerváltozás időszaka, utószele ért, valahol nekem, mint legfiatalabb üzemmérnöknek kell majd távoznom az alkalmazotti létszámból, vagy az alkalmazotti állományból. Majd 1993-ban idővel főállássá alakult az a munka, amit csak mellékesként kezdett el az alkalmazotti jogviszonya mellett. És talán
szabad azt mondanom, hogy eltérően akkori szellemétől, az építőiparban, mint szakmám által kiválasztott és meghatározott életútban nem a magas építés és a viszonylag kis és könnyed financiális háttérrel elindítható építőmesteri vállalkozásba fogtam, hanem az akkor még ritkaság számba menő technikai eszköz erőforrásokon alapuló vállalkozásba, amiből aztán jöttek az akkori technikai eszközök, földmunkagépek, szállítójárművek, és szépen lassan sok fellépéssel vagy sokfokú létrán haladva fejlődött a cég azzá, amely jelen állapotban mutatja magát. Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés mindig megalapozott volt, mindig olyan alapokon nyugodott, amelyek stabilak és erősek voltak, és talán ezért volt az, hogy a cég életében 93. március 9-e óta sem volt megingás, bár nehézségek természetesen csak úgy, mint minden vállalkozás életében nálunk is voltak, lesznek is természetesen, de én azt gondolom, hogy így utólag viszonylag stabilnak nevezhető ez a dolog. Az évek alatt számos díjjal ismerték el azt a munkát, amelyet az építőipari cég, illetve a vezetője prezentált. A legutóbbi a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének az év vállalkozója díja volt, melyet örömmel vett át a cégvezető. Köszönet az ítészeimnek, és természetesen köszönet azoknak, akik szűk környezetemben mellettem vannak, itt elsődlegesen a köszönet hangja természetesen a családomra irányul, hiszen ők végig mellettem voltak, és hát támogattak ebben a dologban, előbb passzív, majd már aktív formában, hiszen mindenki a cég szekerét tolja, ha szabad ezt a kifejezést használni. Természetesen azok a kollégák, akik szűk körben 20 és 10 éve mellettem dolgoznak ezzel. Ezek a kollégák szintén nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a társaság ilyen színvonalon tudjon működni, és természetesen én azt gondolom, hogy a sikereimnek aktív részesei. A 90-es évekbeli indulástól számos változás történt a cég életében. A telephelye az idők folyamán vándorolt egyik helyről a másikra. Az igazi nagy mérföldkő, hogy ezt a szót használjam, az 2000-ben volt, amikor a városvezetés által kijelölt önkormányzati terület, a volt szovjet laktanya területén vásároltunk ingatlant, akkor még 7001 néhány száz négyzetméterben. Nem túl jó feltételekkel és elég komoly munkálatok végzésével tudtuk alkalmassá tenni a termelési lehetőségeink megvalósítására. Ez egészen konkrétan egy betonkeverőüzemet jelentett, amely már akkor teljesítményében és minőségi lehetőségeiben, potenciáljában lényegesen magasabb színvonalat képviselt, és természetesen az irodai infrastruktúra kiépítésében is már egy lényegesen nagy előrelépést tudtunk tenni. Nos, 2000-től folyamatosan fejlődtünk, odáig jutottunk, hogy 2025 ezer négyzetméteres területünk lett, a hulladékgazdálkodástól az előregyártáson keresztül, a lakatos üzemi tevékenységen keresztül, a kereskedelemig mindent sikeresen kiépítettünk. Én azt gondolom utólag, hogy sikeresnek nevezhető ez a kiépítés, már a gazdasági szegmens kialakításában, és 2020-ban költöztünk a jelenlegi Szabadság utcai telephelyünkre, amely gondolatom szerint akkor a lépést jelent, előrelépést jelent, mint 2000-ben jelentett a laktanyai telephely építése. Itt ma a 21. századnak megfelelő gyártási, termelési, raktározási és irodakörnyezeti infrastruktúrát tudhatunk magunkénak. Legalábbis azt gondolom, hogy dicsekedhetek ezekkel a jelzőkkel, és hát bízom abban, hogy ez így is marad. Természetesen
nem ülünk a babérjainkon, hiszen a világ fölgyorsult fejlődése, ez arra kényszerít bennünket, hogy folyamatosan vegyük az akadályokat és kezeljük a kihívásokat. A Tamási telephelyen rendelkező építési cég vezetője azt mondja, hogy a munkaerő megbecsülése nagyon fontos a sikeres működéshez. A munkaerőpiac azért elég erős változásokon megy keresztül. A munkaerőpiac jelenlegi állapotában egyfajta keresleti piachoz hasonlítható, és gyakorlatilag a munkaerő, mint árucikk jelenik meg, amely árucikknek a közvetlen adásvétele a jellemző. Én mégis azt mondom, kiindulva a saját dolgozói létszámunkból, 91 néhány fős létszámmal dolgozunk immáron szerintem több mint egy évtizede, hogy lényegesen előrébb lehet jutni, és megbízhatóbb termelési struktúrát lehet prezentálni a piac felé a jól bevált és több éve nálunk dolgozó humán erőforrásokkal. Érdekes módon társaságunknál gyakorlatilag a kétharmada már kvázi törzsgárda tagként kezelhető erőforrás kollega, itt a fizikai állománytól kiindulóan a középvezetői vagy termelésirányítói szegmensig tekintve. Ugyanakkor van egy mobil réteg, egy 20-30%-ot jelentő létszám, amely lassan, fokozatosan betöltésre kerül, de azt gondolom, hogy ez a réteg, ez folyamatosan mobilizált fog maradni. Ez elsősorban az építőmesteri rétegre jellemző, de előfordul ez a gépkocsi vezetői állományban is, és a gépkezelők között is kisebb létszámban. Tehát nagy részben a társaságunk törzsgárda tagokkal dolgozik, és van egy kisebb rész, amelynél a fluktuációs ráta magasabb számot prezentál. Törekszünk természetesen arra, hogy a munkaerő számára előnyös feltételekkel tudjunk foglalkoztatni. Én azt gondolom, hogy megvan arra vonatkozóan a kialakult módszerünk, hogy a humán erőforrásbeli problémák továbbra se jelentsenek nálunk gazdálkodást akadályozó tényezőket. A cég életét 1993-as megalakulása óta a folyamatos fejlődés jellemzi. Ez szerepel az ügyvezető jövőbeni céljai között is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!